16 településen évente 250 önkéntes támogatja munkájával az Otthon Segítünk Alapítványt. A szervezet a rászoruló nagycsaládosokat segíti, önkéntesei a Szabolcsnál Bereg megyei Szorgalmatoson is patronálnak egy helyi többgyermekes családot. Sziasztok! Hétvégi rövid látogatás bíróéknál van-e szükségük valamilyen segítségre, és nem betegek-e a lányok? Marika néni több mint 10 éve patronálja a szorgalmatosi 3 gyerekes családot. Ha szükséges, segít a ház körül férjével. Vigyáznak a 12 éves és 8 éves autista kislányokra, rendszeresen orvoshoz viszik őket. Nincs nekik közel semmiféle rokonság, nincs anyuka, nincs anyós, és ilyenkor elég nehezen kérik meg a segítséget, mert nagyon nehezükre esik, de szeretném, ha többet kérnének, tehát többen kérnének, mert ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk és segíthetünk, mert nyugdíjasok vagyunk, és erre ráérünk, hogy segítsünk másokat. Én nagyon örülök, hogy ebben már 10 éve benne vagyok. Hajnit és Dórit édesanyja egyedül neveli 17 éves fiú testvérük is velük lakik. A család hátrányos szociális helyzetben él, szűkös anyagi körülmények között. Ők nem segítők, hanem egy nagypapa és egy nagymama lettek. Ezáltal, hogy segítenek, mert már olyan szinten vannak velünk, hogy tudják a lányok minden napjait, és hogyha valakire kell hagynom, mert a lányok bizonyos embereket igényelnek, csak nem fogadnak el, ezáltal csak nekik tudok szólni. Bármilyen napi tevékenységben, házi munkában, gyerekfelügyeletben, ügyintézésben segítenek. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei. Az ország 16 településén van a szervezetnek kapcsolattartója, akik odairányítják a segítőket, ahol szükséges. 2015-ben rendszeresen 170 önkéntesünk járt ki családhoz. Ezen kívül egyébként még különböző programokat is szerveznek egy-egy településen, ahová be tudnak menni a kisgyerekes családok. 2015-ben 300 családnak segítettünk, tehát ez egy folyamatos segítséget jelent, és ez a 300 család, ez 440 gyereket jelentett, tehát ennyi gyerek volt ebben a 300 családban. A szervezet bővülni szeretne a jövőben, Győrben, Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán is helyi szolgálatokat, kontaktirodákat hoznak létre. A szervezet nyíregyházi koordinátora a vendégem Róka Lászlóé. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Idén 15 éves ez a szervezet, és arra törekszik, hogy az ország nagyon sok részére és a legkisebb helyére is eljusson, ezért bővíti a koordinátori hálózatát. Ön személy szerint hogyan került kapcsolatba ezzel az alapítvánnyal? Előzetesen szeretnék szólni a Mónika szavaihoz, hallottuk itt előzetesen. Hétvégén ünnepeltük a 15 éves évfordulónkat, és én szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik tényleg eddig eljutottak és elhozták. Tulajdonképpen egy angol adaptáció ez. Margaret Harrison, egy többgyermekes családanya találta ki Angliában ezt az ötletet, és már több mint 18 országban jelen van. 16 éve, 15 éve Magyarországon is működik, első körben Budapest környékén, és Esztergomban hoztak létre otthonsegítő szolgálatot, de egyre több igény van rá vidéken is, és egyre többen jelentkezünk, akik koordinátori szerepet töltünk be. Én 2 évvel ezelőtt valamilyen médiában hallottam az Otthon Segítünk Alapítvány munkájáról, és felkeltette az érdeklődésemet. Családok, gyerekek, önkéntesség, szeretet, derű, jókedv, ezek a szavak hangzottak el, és fölvettem a kapcsolatot az Otthon Segítünk Alapítvány budapesti központjával 2 évvel ezelőtt. Akkor nem volt koordinátori, szervezői és önkéntes képzés, és mondták, hogy napolják az én gondolataimat, és az ősszel, 2015 őszén fölhívtak, hogy indul egy szervezőképzés, aktuális-e még. Én nagyon örültem, és Nyíregyházáról én kaptam egy 144 órás kiképzést, és február óta Nyíregyházán kezdem el koordinálni ezt a feladatot. Ön szerint miért lenne szükség erre a bizonyos terjeszkedésre, bővítésre, és hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán is működjön ez a szervezet, ez az alapítvány, elérhető legyen? Én nagyon sok tapasztalatot szereztem a már működő egységektől, működő szervezetektől az ország minden területén, és úgy gondolom Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Nyíregyháza is igény
igényli ezt az önkéntes szolgálatot, mert nagyon sok család szorul arra az igényre, amit mi önkéntesek végzünk. Az önkéntesek feladata nem az, hogy helyettesítsék az anyát, a szülőt, a gondozót, hanem vele együtt, karöltve, kicsit enyhítsenek azon a, nem is problémán, hanem feladatot mondanék, amely hárul akár egy egygyerekes, kétgyerekes, háromgyerekes, pláne még, ha beteg gyereket kell gondozni egy családban. Így karöltve az önkéntessel, időnként egy picit megkönnyítjük az életüket, derült, kiegyensúlyozottságot viszünk a családba. Talán az az anya, az a gondozó, aki nap mint nap a gyerekkel van, kicsit fellélegezhet, kicsit kifelé is tekinthet, elmondhatja búját, baját, érzéseit, bánatát, egy felnőtt embernek nem csak a gyerekkel beszéli meg. És ez ő rá is ráragad, és kölcsönösen az önkéntes is sokat kap ebből, illetve a családnak is sokat tudunk adni támogatást. Egyébként az állami szociális ellátórendszert is segítik az e fajta feladatok ellátásával, és hát a szervezetnek a profiljából adódóan is el lehet ezt mondani. Egyébként a családok milyen kéréssel, milyen igényel fordulnak az alapítványhoz? Mi az, amiben segítséget kérnek leginkább? Igen, valóban, tehát a hatóságok működnek, és teszik a dolgokat, feladatukat. Mi hatósági feladatot egyáltalán nem akarunk átvállalni, de együtt működünk velük. Én is a közeljövőben fel fogom keresni azokat a hatóságokat, amelyekkel a család, vagy a családok dolgoznak, foglalkoznak. És mi tulajdonképpen az önkénteseinkkel heti rendszerességgel kijárunk a családokhoz, és ezáltal tudunk segíteni. A legegyszerűbb dologra kell gondolni. Az emberek nem szeretnek segítséget kérni, nem igazán. Azt gondolja egy anya, egy 20-30 éves anya, amikor megszületik az első vagy a második gyereke, hogy én magam képes vagyok, és mindent meg tudok oldani. De lehet olyan pillanat, amikor nincs nagymama a közelben, nincs nagyszülő a közelben, távol vannak a nagyszülők, vagy éppen most költöztem ide átmenetileg ebbe a városba, vagy a másik városba, és segítségre van szükségem. A legegyszerűbb dologra kell gondolni, például tanul, főiskolát végez az anya, és a gyerek mellett szeretne éppen vizsgára készülni. És akkor az önkéntesünk ott van a család, négy órában a gyerekkel tud foglalkozni, az anya pedig be tud menni, és átolvasta a vizsgára azt az anyagot, amit éppen kell. Tehát banális, egyszerű dolgok, nem problémák elsősorban, mert mi preventíven végezzük a feladatunkat, tehát az elsődleges célunk, hogy preventíven, és a szülő segít szülőnek, tehát szülői tapasztalatokat adunk át. Itt a bejátszásban azért látunk egy olyan családot, ahol komoly segítségre is szükség van, hiszen láttuk, hogy milyen szociális körülmények között éltek, illetve két autista kislányt nevelt egyedül az anyuka, azért az alapítványnak biztos, hogy van nagyobb rálátása arra, hogy nem minden térségben, nem minden megyében, az országban azonos élethelyzetben vannak, élnek a családok, és van, ahol valami probléma, van, ahol valami nem probléma, tehát azért fel vannak-e arra készülve, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogyha a kisebb térségekbe is eljut az önök szolgáltatása, most ezt a szót használom, akkor fognak találkozni nehézségekkel, problémákkal is esetleg. Abszolút jogos a kérdés vagy a felvetés, de nem csak itt Szabolcsban, hanem minden térségben, minden településen, ahol már szervező koordinátor működik, előfordul ez az egyszerű eset is, amit én mondtam, de valóban előfordul olyan helyzet is, ahol két gyerek sérült, akár szellemi, akár testi, vagy halmozottan hátrányos sérüléssel gondozzák, nevelik a családban, nem vették ki onnan, és ebben mi tudunk segíteni. Abban tudunk segíteni, hogy az anyával együtt elkísérjük gondozásra, elkísérjük különböző helyekre, ahova igénye van, együtt bevásárolni. Tehát nem önállóan az önkéntes végzi a feladatot a családnál, hanem az anyával együtt karöltve teszi ezeket a feladatokat. És valóban vannak ilyen nehéz helyzetek, nehéz helyzetben lévő családok, ahol az önkéntes is tud segíteni, és ezzel is egy kicsit emeljük a családokban a
szeretetet, a bizalmat, így van, kiegyensúlyozottságot. A következő időszakban, a következő hónapokban az lesz az ön feladat, a részben az lesz, hogy önkénteseket toborozzon. Szerintem mi erre a témára vissza is fogunk térni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, hiszen ennek az alapítványnak nagyon fontos olyan kiegészítő feladata van, amit egyébként a szociális ellátórendszerben igényelnek. Köszönjük szépen még egyszer.